A Bye Bye Blackbird című számot játsz a zongorán Pintér Zoltán jazz zongorista. A Szekszárdi Művészetek Házában megrendezett koncert esten számos ismert és kevésbé ismert jazz standard kompozíciót hallgathattak meg az érdeklődők. Pintér Zoltán, aki ezen az esten szóló zongoristaként játszott az egybegyülteknek, zenekedvelő családban nőtt fel, hamar felfigyeltek a tehetségére, 3 évesen már zongorázni tanult. A nagypapám cimbalmozott, édesanyám is tanult zongorázni, de észrevették annak idején, hogy amikor 1-1,5 éves voltam, elkezdődött a híradó, én ezt nekiálltam énekelni, tehát ez már neki gyanús volt is. És hogy volt is otthon nekünk zongoránk, és állandóan ott tébláboltam a zongora körül, úgyhogy így kezdődött, még nagyon picinek 3 évesen elkezdtek, úgyhogy ez ilyen édesanyám ötlete, hogy elkezdtem zongorázni ilyen fiatalon. Hogy miért épp a jazz lett a kedvelt zenei stílusa, erről is beszélt nekünk. Én nagyon lusta gyerek voltam, és a zongoratanárom keresett nekem kihívást, ami egyébként be is jött neki, és mivel nem nagyon tudott rávenni már a gyakorlása, mert akkor, amikor még jó volt a szemem, akkor kiraktam a kottát és lejátszottam a darabokat annak idején, és úgy elküldött engem a Garai Attilához, hogy próbálkozok egy új műfajjal, hogy hátra találok benne kihívást, vagy új gondolatokat, új dolgokat, és meg is találtam ezeket a dolgokat. 3 hónapig kínlódtam, mert nem találtam a helyemet ebben a újabb műfajban, de aztán ezt a helyzetet is megoldottam. Minden jazz stílus legfontosabb jellegzetessége az improvizáció. Az előadók sokszor rögtönzött szólót játszanak, vagy válaszolgatnak egymás zenei játékára. Én azt hittem, hogy szólóban nem lehet jazz játszani. Azt hittem, hogy ehhez mindenféleképpen kellenek partnerek, viszont rádöbbentem arra, hogy szólóban sokkal szabadabban nem kötődöm másoknak az ötletéhez, csak a saját útfejemre vagyok hagyatkozva, és saját ötletekkel, aztán a későbbiekből ebből is jött a komponálás. Tehát ez egy folyamatnak a része. A maga a jazz az egy életvitel, az egy életmód, amit a műfaj, a szabad szabadság, tehát a zenének a szabadsága, szabad harmonizálás, szabad stilisztika, tehát minden szabad, csak az emberek hallgassák meg is tetszen nekik, ez az egy feladat van benne. Keze alatt elsősorban tradicionális jazz standard kompozíciók csendülnek fel. Elmondása szerint ez egy egyetemes nyelv a jazz zenészek között. Eredetileg nekem van egy elképzelésem, hogy az a jazzzenész, aki nem játszik jazz standardet, az igazából én nem is tartom őt jazzzenésznek, ugyanis a maga a jazz standard a világon egy olyan közös nyelv a zenészek között, hogy mondjuk veszünk egy kanadai, egy orosz, egy dél-afrikai és egy japán zenész, egy jazzzenész, és összesen bemondunk egy számnak a címét, és el tudjuk játszani, anélkül, hogy ismernék egymást, hogy egyáltalán lenne egy közös beszélnivalónk, bemondjuk a szám címét, legfeljebb a hangnemet, beszámolás, és már játszunk is. Tehát ettől a standardektől ez egy közös nyelv a jazzben. Ez onnan alakult, hogy annak idején főleg filmzenéket, musicaleket, zenészek feldolgozta saját képükre, kicsit swingesebben, improvizatívebben saját feldolgozásban, és ettől vált az egész ilyen, hát a közismert slágerek által vált ez népszerűvé ez a műfaj. 2006-ban megalapította a saját zenekarát, Pintér Zoltán Trió néven. Trióban a zongoristának, ő van a trónon, tehát szerintem minden jazzzenész, minden jazzzongorista szereti a triójátékot, mert ott én vagyok a szólista, én irányítok minden tőlem függ. És a dobos és a bőgős jelen esetben ugye a triómban, ők engem kísérnek, figyelnek, de ugyanígy adnak nekem ötleteket, akár harmóniai, akár ritmikai ötleteket, amiket aztán közösen épp ott a helyszínen improvizatíven megvalósítunk, és ettől lesz olyan izgalmas, hogy a helyszínen alakul ki az egész kompozíció, tehát nem ilyen begyakorolt, amiket játszunk, amit otthon megnézünk,
megtanulunk egy standardet, egy közismert dallamot. A minden évben megrendezésre kerülő, az év fiatal jazzzenésze tehetségkutató ötlet gazdája, főszervezője és a megméretetés zsűri elnöke is egyben Pintér Zoltán. Hazánkban nagyon sok tehetséges fiatal van, akiknek a verseny által lehetőséget tudnak biztosítani a zenei kibontakozásra. Nekem van egy projektem, az év fiatal jazzzenésze, és pont most vasárnap 30-án lesz a 7. döntő, tehát minden évben meg van rendezve, ahol fiatal tehetségeket keresünk, akik közép vagy felső oktatású jazz oktató intézménynek a hallgatói, és itt indulnak ezen a verseny, és kiválasztunk két fiatalt, akiket egy éven keresztül egy mentorprogramban viszünk koncertezni, beledülük őket a mély vízbe. Ennek kapcsán pont voltunk itt, azt hiszem 5 évvel ezelőtt, amikor az Olá Krisztián volt az év fiatal jazzzenésze, nagyon tehetséges Olá Kálmánnak a fia, nagyon jó zenész, nagyon tehetséges ember, és éppen vele adtunk itt koncertet pont a Művészetek Házában. A zenei stílus az Amerikai Egyesült Államokban, elsősorban New Orleans városában született. A 20. század elején az amerikai fekete közösségekből indult ki, és az 1920-as évekre vált nemzetközileg is ismerté. Innentől kezdve fokozatosan vált meghatározó zenei stílussá a világban, amely jelentős hatással volt, és van a többi zenei irányzatra is.